Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a nagy medve, és jelentheti az ő élet elejét, hogy ő elgondolkozik azon, hova fektesse be az elejét, mire koncentráljon, mi fontos jelenleg számára. Azt is jelentheti ez a medve, hogy te adsz számára életerőt, vagy ő akar segíteni téged. Ez a nagy medve lehet egy személy, valaki, akinek szava van. Ez lehet az apukája, lehet a főnöke, lehet egy bíró például. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt ő saját maga áll a középpontban. Számára most fontos ez a magabiztos fellépés, hiszen ez a medve azt is jelentheti, hogy védi magát, kimutatja a bátorságát. Itt ez a kép, ahol az érzelmekről van szó, azt is jelentheti, hogy vannak elvárásai, hogy te észrevedd őt, dicsérd őt, hogy megkapja a megbecsülést. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt látható a képen, a férfiaknál ez pont fordítva van. Tehát ő elismerésekkel közeledik hozzád, hiszen észrevesz téged, te is fontos vagy, nem csak ő áll a középpontban, hanem te is. És mi köt össze benneteket? Itt ez a pecsét jelenti, hogy ez a dolog, ez a kapcsolat, ez a szerelem biztos. Azon kívül itt van egy levél, tehát lesz egy hír, mert ő közli veled, hogy fontos vagy számára, és hogy te adsz életerőt számára, elment a hangom, bocsánat. Ez a levél lehet egy bizonyos szerződés is, ami összeköt benneteket, egy közös tevékenység, vagy egy közös otthon, vagy lehet házasság is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!